Tokió után Párizsban játszik a paralimpián Svitacs Alexa. A hajdúszoboszlói származású asztali teniszező a tokiói bronz után az aranyról álmodik. Ezért utazik a francia fővárosba. A felkészülés utolsó hete előtt Hajdúszoboszlón a családjánál töltődött fel. Az alkalmat kihasználva dr. Kovács Gergely sportért felelős alpolgármester átadta neki az önkormányzat támogatását. Bárhogy is alakul, mi nagyon büszkék vagyunk rá, mert már annyi örömet okoztál Hajdúszoboszlónak, és jelenleg te vagy Hajdúszoboszló leghíresebb sportolója. Európa és világbajnok és paralimpiai eddig még bronzérmes, és nagyon-nagyon szurkolunk neked, és próbálunk segíteni abban, hogy elérd a legnagyobb álmodat, hiszen tudjuk, hogy te képes vagy rá, és meg tudod csinálni, de bárhogy is lesz, mindig megmaradsz nekünk, és mindig is nagyon büszkék leszünk rá is. Már amit eddig elértél, az már így is egy történelem. Ugye augusztus 26-án indulunk ki, 29-én kezdődik a paralimpia. Hát mindig is maximalista voltam, főleg magammal szemben. Nyilván ugye a Tokióból már van egy bronzérem. Hát azt nem titkolom, hogy nagyon szeretnék az Eiffel-toronyból hazahozni egy kis darabot, és az minél fényesebb legyen. És hát ugye, hát ez az egy cím, ami hiányzik igazából még a pályafutásomból, ugye Európa-bajnoknak, világbajnoknak már mondhatom magamat, úgyhogy ez az egy hiányzik, úgyhogy ezért dolgozom már igazából 3 éve. A polgármester úrral és a városvezetéssel, ahogy eddig is, bárcsak jelképesen, de szeretnénk támogatni a most már nem is a felkészülés eredet, hanem a versenyzés eredet, és remélhetőleg ezek a spéci kis ütőborítások hozzá tudnak majd járulni, hogy nyerőborítások lesznek, igen, és hozzájárulnak ehhez, és még nagyobb dicsőséget hozzál Magyarországnak, Hajdúszoboszlónak, és természetesen saját magadnak, hiszen megérdemled, és nagyon szurkolni fogunk neked. Bármikor kéréssel fordulok a Gergőhöz, vagy a polgármester úrhoz, akkor tényleg kérdés nélkül, szó nélkül egyből a segítségemre sietnek, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok nekik, és nem hiába nyilván a lelki részét is nézem ennek, hogy most is hazajöttem, elmentem az egyik boltba, és már kérdezték, hogy na mikor utazol, és hogy mennyien szurkolnak nekem, és ez tényleg bármilyen nem az, hogy furcsán hangzik, de hogy ez tényleg jól tud esni az embernek, és hogy egy még nagyobb önbizalmat tud neki adni, hogy tényleg azért mondhatom, hogy egy egész város szurkol nekem, mert tényleg így van. Büszkén vállalja a hajdúszoboszlói számozását, és attól még, hogy a világ különböző pontjain versenyez, vagy hogy gyakorlatilag a tőlünk egyik legtávolabb lévő városban, Győrben igazolt versenyző, ő mindig megmaradt hajdúszoboszlóinak, és ugye a szülei is, testvére is ugye hajdúszoboszlóiak, és így rendszeresen hazajár hozzánk. Én nagyon szeretem kihangsúlyozni, és hogyha véletlenül azt írják esetleg, hogy debreceni születésű vagyok, igen, ott születtem, de én hajdúszoboszlói vagyok, és volt már, hogy emiatt korrigálást kértem, mert én nagyon büszke vagyok arra, hogy hajdúszoboszlói vagyok, és igen, ezt szeretem kihangsúlyozni. Én szeretek itthon is lenni nagyon, amikor csak tehetem, nyilván a család azért az itt van, szeretek hozzájuk hazajönni, és hát most is nem véletlenül jöttem haza így az utolsó szabad hétvégén igazából, mert itt tudok a legjobban feltöltődni és kikapcsolni. Igyekszünk odafigyelni rá, hogy ha nem is napi szinten, de a világversenyekhez kapcsolatban rendszeresen találkozzunk vele, és támogassuk a felkészülését és a minél eredményesebb versenyzését. Alexának rendszeresen ilyen minőségi ütőborításokat szoktunk felajánlani. Ezek ránézésre ugye nem tűnnek valami nagy dolognak, de azért azt el kell mondani, ezek mai világban elég komoly és költséges dolgok, tehát erőnkhöz mérten igyekszünk támogatni, hogy ő Magyarországnak, Hajdúszoboszlónak, és természetesen saját magának és a családjának dicsőséget okozzon. Hát ezzel nem maradt adós az elmúlt években, és ahogy elmondtam neki, bárhogy is fog alakulni, mi akkor is nagyon büszkék leszünk rá. Az eddig elért eredményét már senki nem veheti el tőle, de mégis valahogy én úgy érzem, hogy amin ő keresztül ment, arról még már talán már rátett néhány habot arra a toltára, de a korona talán még hiányzik, hiszen őt ismerő, ő maximalista, és ő akkor lesz igazán elégedett, hogyha a paralimpiai bajnoki cím is a tarsajában lesz.
Ettől mindössze 3 mérkőzésnyire van már egyéniben, így hát szeptember 6-ától kezdve tudunk majd érte izgulni, úgyhogy meg is tesszük természetesen, és hajrá Alexa! 16-os tábla van, és ugye mi egész évben, meg ugye 2 éve már azért versenyzek, és járok versenyről versenyre, hogy a világranglistán minél jobb pozícióba kerüljek. És a világranglistát mikor zárták, akkor 3. helyet sikerült megszerezni, ami azt jelenti 3. kiemelt leszek, és így erőnyerő vagyok. És ezért én már csak a negyed döntőbe fogok beszállni a küzdelmekbe. Ugye ez most teljesen más lebonyolítású lesz, mint mondjuk Tokió, mert ott csoportmérkőzések voltak, és ott azért lehet azt mondani, hogy volt még egy életed, na hát itt nincsen. Itt, hogyha kikapsz, vesztesz véletlen, akkor egyből zuhany. Remélem erre nem fog sor kerülni. Biztos vagyok benne, hogy a szeptember 6-án lesz az első egyéni mérkőzésem. Azt úgy szoktam fogalmazni, hogy azt túl kell valahogy élni, és utána szerintem azért egy nagy teher le fog esni rólam, és utána egy picit már el lehet engedni a kezemet. Azt érzem, hogy fizikálisan, játékilag teljesen rendben vagyok. A fejemen még egy picit dolgozni kell, hogy ezt a nagy stresszt ezt elbírjam, de ez is megvan, és meg lesz. Kiemeltként utazol Párizsba, 3. helyen vagy kiemelt, ugye azért azt hozzá kell tenni, hogy Párizsban már a világ legjobbjai lesznek, ez ugye annyiban előny, hogy egy meccsel később fogsz becsatlakozni a küzdelmekbe. Ez akár előny is lehet, akár hátrány is. Fejben mindezt hogyan lehet rendbe tenni? Hiszen nyilván az ellenfeled az egy nem kiemelt játékos lesz. Ezt nagyon gyorsan el kell felejteni, hogy hogyan lehet erre felkészülni fejben? Próbálom ezeket kizárni teljesen, hiszen hogyha azt vesszük, akkor igen, valójában tőlem az egy kötelező győzelem kell, hogy legyen, viszont ő meg pont ezért elengedheti a kezét, és ilyenkor ebből mindig jó szokott kisülni. Én is tudom, hogyha jobb játékossal játszom, akkor ott lehet bátran játszani, és lehet bármi az eredmény, úgyhogy hát nagyon oda kell majd figyelni ezekre. Ugye nem beszélve arról, hogy először én páros versenyszámba fogok indulni az Arlói Zsófival, és ezért a páros és az egyéni versenyszámom között el fog telni egy hét, és nekem ott azért edzenem kell, kondiba kell tartanom magamat, szerencsére az edzőm, a Vicsek Iván, ő utazik ki velem, ott lesz velem az első pillanattól kezdve, úgyhogy ezt majd okosan ki kell tapasztalni, hogy legyen. Szvitacs Alexa tőzsgyökeres hajdúszoboszlói, de a párizsi olimpián is volt egy hajdúszoboszlói igazolt játékos Marozsán Fábián személyében. Mit jelent hajdúszoboszlónak az, hogy az ilyen nagy világeseményekre hajdúszoboszlói kötődésű versenyzők is eljutnak? Ugye hajdúszoboszló azt lehet mondani, hogy Európa térképén mint egy jelentős turisztikai desztinációt van, sőt talán optimistán néha azt gondoljuk, hogy még talán Európán kívül is hallottak már rólunk, és hát nyilván nem európaiak is rendszeresen látogatják azért a várost, már úgy, mint üdülő, pihenő vendégek, vagy akár üzleti célból. Viszont a sport térképén eddig kevésbé voltunk jelen, pedig rengeteg erőforrás tesz bele az önkormányzat is, a sportegyesületek és a sportolóink is, illetve a minket támogató szponzorok is, hogy jelentős eredmények szülessenek. Nyilván mindent a maga arányaiban kell értelmezni, tehát nem feltétlenül csak egy olimpiai, paralimpiai vagy egy világbajnokság számít egy adott sportágban, hanem nyilván mindenkinek a saját határait és saját képességeit kell igyekezni túlszányalni, de azért mégiscsak a leginkább mérhetőek ezek a világversenyek, ahol azért több millió, 10 millió ember előtt is felhívhatja magára a figyelmet egy-egy csapat, egy-egy sportoló, egy-egy ország, vagy mint ebben az esetben egy-egy város. Így hát természetesen a teniszező versenyek, bár ő nem szoboszlói születésű és nem is itt él, de a mi színeinkben van leigazolva, és nagyon, nagyon szurkoltunk neki is. Azt gondolom, hogy maximálisan helytált. Alexának pedig még ennél is jobban fogunk szurkolni. Ő is helyt fog állni, és azt gondolom, hogy Alexa újra fel fogja tenni hajdúszoboszlót is a sport térképére. Egész pontosan az egyik legjelentősebb európai nagyvárosban, Párizsban. Első szóra felajánlotta és ideadta nekünk. Ugye ez még a sportoly szoboszlónak a felajánlása, ami ugye június elején volt. És ugye ez a mez, ez a paralimpiát követően licitálásra fog kerülni. Bízunk benne, hogy még többet él majd, mint most. Ezzel kivárunk. És a befolyó összegből a
Alexa szülővárosának, Hajdúszoboszlónak az egyik iskolája az Értes Mátyás általános iskola sportudvarának a fejlesztése fog megvalósulni. Egy kis összeget már sikerült erre összegyűjtenünk, és remélhetőleg ezek a sportrékből licitek tovább emelik majd ezt, és hát biztosak, hogy valamennyivel tovább emelik. Köszönjük szépen ezt Alexának!